Ezúttal is a megye közlekedésbiztonsági helyzete volt a kiemelt témája annak a szakmai fórumnak, amelynek keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szakemberein túl a közúti közlekedés biztonságáért felelős, illetve abban érintett további szervek és szakemberek áttekintették azokat az eredményeket, amelyek az elmúlt egy évben születtek. Ennek kapcsán elhangzott, hogy január 1-e és október 31-e közötti időszakban a megyében 4%-kal kevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mint a korábbi egy évben. Voltak évelején kitűzött feladataink, céljaink, amiket ilyenkor összegzünk, hogy mi valósult meg, mit tudtunk teljesíteni, és azért már körvonalazódik az is, hogy az elkövetkezendő időszakban, a közeljövőben mik lesznek azok a feladatok, amik még előttünk állnak, hiszen úgy gondolom, hogy a közlekedés az sosem áll meg, és az egy nagyon intenzív motor, és mindig lesznek feladataink, éppen ezért szükség van arra, hogy néha megálljunk, összegezzünk és újra meghatározzuk, ami előttünk álló feladat. Tavaly évhez viszonyítva az első 10 hónap reményeket ad arra, hogy ebbe az évbe is egy csökkenő tendenciát fogunk tapasztalni a baleseti számokban. Ez tulajdonképpen nem így indult az év elején, ott inkább a baleseti számok emelkedése volt jellemző, de megtettük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy ezek az eredmények jöjjenek, és az év második felére vonatkozóan úgy néz ki, hogy bejöttek azok az intézkedéseknek az eredményei, amit mi elgondoltunk és végrehajtottunk. Az előadók beszámoltak arról is, hogy az elmúlt időszakban kiemelt feladatként kezelték a gyalogosok és kerékpárosok közlekedés biztonságát javító intézkedéseket, valamint az ittas vezetőkkel szembeni fellépést. A kedvező számok nem csak megyére, hanem a Sárospataki járás területére is vonatkoznak. Én úgy gondolom, hogy a kapitányság rendőri állománya mindent megtesz annak érdekében, hogy a közlekedők biztonságban tehessék meg azokat az útszakaszokat. A cél pedig megvan határozva mind a fehér könyv által, mind pedig a kormányzat által, minél alacsonyabb szintre csökkenteni a sérüléses balesetek számát, és így a halállal járó balesetek számát. Ebben mindenkinek van még tennivalója. A jelenlévők az ülésen kifejtették, hogy számos a baleset megelőzést szolgáló kezdeményezést indítottak útjára az elmúlt egy évben is, amelynek folytatása közös cél.